bezárták a második Kárpát-medencei székely és magyar örmény fesztivált, Berek Patrícia beszámolója. Fotótárlattal, filmvetítéssel, magyar örmény és székely karaktereket bemutató szituációs játékkal nyitották meg a második Kárpát-medencei székely és magyar örmény fesztivált. Az első kerekasztal beszélgetés a határon túli magyarság, magyar diaszpóra a világban címmel zajlott. Szabolcs Attila, a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke arról beszélt. A kormánynak különböző eszközökkel kell segíteni a távoli diaszpórákban élő magyarság önazonosságának megőrzését és a határon túli, akár szorványban, akár tömbökben élő magyarság szülőföldjén való boldogulását. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója elmondta, hogy a magyar örmények számát már nem lehet tudni pontosan. A két világháború közti Magyarországon, a honvédségben, illetve az osztrák-magyar monarchia időszakában is szolgáltak örmény származású katonák, és nagyon szép és nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy magyar örmények vagy örmény magyarok, hiszen azt jelenti, hogy valamikor egy nép befogadta őket, és ők hazonosultak és csatlakoztak ahhoz a közösséghez. Egy másik kerekasztal beszélgetésen szó volt még a kormány keleti nyitás programjáról, a kulturális és gazdasági együttműködésről, és átadták az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc székely-örmény származású honvédtábornokáról, Cecz Jánosról elnevezett díjat, idén Mozsár Gergely honvédtiszt jelölt vehette át.